Köszöntöm a Kultuszoba nézőit! A Vállalkozók Országos Szervezete ebben az évben is átadta a megyei Prima díjakat a tudományos és kulturális életben kiemelkedőt nyújtóknak. Idén ismét hárman vehettek át a kitüntetést, és a szokásoknak megfelelően ismét szavazhatott a közönség is. A Tamási Pántlika Néptánc Együttes produkciója is színesítette az idei Tolna megyei Prima gálát. A Vállalkozók Országos Szervezete évek óta a tudomány és a kultúra területén kiemelkedő nyújtókat is díjazza, és ez az elismerés jelentős presztízzel bír. Prima díjak, amik talán a legmegbecsültebb kulturális, tudományos díján nőtték ki magukat ugye országos szinten, de megyei szinten is, hiszen értékes díjakról van szó, 1 millió forint kerül ugye átadásra minden egyes díjazott számára, és én úgy tudom, hogy nagyon-nagyon sokan várják azt, hogy esetleg bekerüljenek ebbe a díjazotti kategóriába, és ugye amikor elkezdtük 15 évvel ezelőtt, akkor úgy gondoltuk, hogy hát kicsi megye vagyunk, majd hogyan fogjuk mi összeszedni azt, hogy minden évben legyenek ugye prima díjasok, legyenek mindig évvállalkozók, és hát egyre többen vannak. Sokszor már tényleg 20 jelöltből kell mondjuk kiválasztanunk egyet, aki itt megkapja, holott a másik 19 is méltó lenne ennek a díjnak az átvételére. Az idei esztendőben a közönségnek is 3 jelöltre lehetett voksolni. A jelöltek között volt Sebestyén István, énekes mesemondó. Hát nagyon meglepett, nem is számítottam rá, és még most is, most sem akarom elhinni, aztán kíváncsi vagyok az emberek, hogy szavaznak. Hát nem lesz egyszerű a szavazás, én úgy gondolom, hiszen mind a 3 jelölt az úgy gondolom elég jó. Az a sok munka, amit elvégeztem hosszú időn keresztül, az a rengeteg fellépés, a lemezek, sok emberhez eljutottam. Külföldre, nagyon sok embernek meséltem és énekeltem. Ugyancsak jelölést kapott Pálinkás Joli, az Antit Rádió tulajdonosa. Meglepett, nagyon-nagyon-nagyon meglepett. Nem azért lepett meg, mert azt gondolom, hogy nem érdemeljük meg, mert szerintem az, hogy 25 éve egy helyi rádió működik, az már eleve egy nagyon nagy csoda, ismerve a rádiós történetet. Ettől függetlenül, mivel hogy én ilyesmire nem számítottam, mindenképpen azt mondom, hogy meglepett. A harmadik jelölt a Zsikó zenekar és vezetője Zsikó Zoltán volt. Kíváncsiak vagyunk, hogy döntött a közönség. Én azt gondolom, hogy ebből a csapatból mindenki maximálisan megérdemli ezt a díjat, és hát természetesen nekünk ez nagy lendületet és nagy erőt tud lelkileg adni a következő évünkhöz. Hölgyeim és uraim, először is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is Önöket itt a Babits Mihály Kulturális Központban, és a mai napon egy régió zenészmondásnak fogok eleget tenni, amely úgy szól, hogy állj magasra, hogy lássanak, játsz hangosan, hogy halljanak, és legyél rövid, hogy szeressenek. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel köszönöm a jövőre 10 éves Zsikó zenekar nevében ezt az elismerést. A közönség díjai mellett a szakmai zsűri is az idei esztendőben prima díjat adományozott a magyar sajtó kategóriában, a nemrégiben elhunyt fotós Gottwald Károly részesült az elismerésben. A díjat özvegye vehette át. 50 év együttlét után a munkássága, meg a minden, amit én tudom, hogy milyen dolgos volt, nagyon sok kitüntetése volt, ez se volt meglepetés nagyon. Mert hát számítottam arra, hogy a legjobb kis díjat fogják még neki adni. Mert nagyon sok jó kis díjat kapott már, úgyhogy, és sajnos nem vehette át. Úgy vagyunk az egész család, kesergünk. De az a mondás van, hogy csak az az ember hal meg, akit elfelejtenek. Mi nem fogjuk. Az egészségügy területén végzett kiemelkedő tevékenységért dr. Lascsik László, a Bonyhádi Kórház belgyógyásza vehette át a prima díjat. Az eddigi munkákért szól ez a díj, amit eddig tettünk, és a biztatás a jövőre. Mindig ez akartam lenni, egész életemben. Furcsa lett volna, ha nem ez leszek. Nem is akartam soha más. Az orvosi szakmában mi hozott? Hát talán az, hogy az emberek szeretete és a tenni akarás, a gyógyítás, és ennek láttam értelmét. Az egy olyan dolog, ugye, hogy az ember, ami esztergályos lesz, szereti a vasat. Én úgy gondoltam, hogy ebbe találom meg azt, amit igazán szeretek. Mi? Hogy miért?
Hát nézze, nehéz erre válaszolni, de én úgy gondolom, hogy talán az ugyanolyan, mint hogyha valaki papnak megy. Ez is nagy áldozatokkal jár, nem mindig van megbecsülése, de másokon segíteni az én szerintem egy felemelő dolog. A műszaki területen és az atomenergiában végzett munkásságának elismeréseiként lett prímadíjas Kovács Balázs. Az ember nem gondolja, hogy a 70-es évei küszöbén még igazából belerúgott a labdába, de úgy látszik, vannak, akik figyelik az ember életútját, a alkotó 5 évtizedét, aztán valahol mégiscsak lerakódott ez a dolog, és valakinek eszébe juttam, valakiknek, amit nagyon köszönök nekik. Egész életemben sikerült megszereznem azt a lehetőséget, hogy szabadon tudtam alkotni. És ez talán egy mérnöktől furcsa, egy művésztől egyértelmű volna, itt az alkotás a munkáról szól. A tettek bizonyítanak, és az eredmények, nem a magyarázkodások. Az erőmű van, él, létezik, dolgozik, ellátja az országot, nyugalomban, energiaellátásban Magyarországon nincsenek problémák, és nagyon-nagyon várjuk, hogy a kapát belevágjuk komolyan a földbe, és az új blokkok építését komolyan el tudjuk kezdeni, mert erre szükség van az országnak, itt nincs vita. A prímadíjjal egy időben a Vosza kiemelkedő vállalkozói munkát is elismerte. Ebben az évben 8-an vehették át az elismerést. Ezúttal Tolcsvai László mesélt a daliás időkről, amikor még a hosszú haj büntetendő volt, és a zenészeket rendszeresen vegzálta a rendőrség. Az ismert muzsikus annak a sorozatnak részeként érkezett Szexárdra, melyben a hazai könnyűzene ismert alakjai mesélnek a Kádár rendszer kultúrpolitikájának számukra nem épp kedvező hatásairól. Nem mondhatom, hogy könnyű volt a szakítás, bár most már jól érzem magam. Bizony távol van már az idő, amikor a Fonogram zenekar az ország egyik legnépszerűbb együttese volt. És az még régebben, amikor a Tolcsvai zenekar először hódította meg a fiatal lányok szívét. Egy virág, árván egy magát. Először Tolcsvai trió néven jöttek létre, Balázs Gábor, Tolcsvai Béla és Tolcsvai László összeállításban 1967-ben. Tehát akkor már az Illés Együttes 5 éve játszott, és ugye már a Szörényi Bródi páros is már 2 éve magyar számokat alkotott. De nekik egyébként tényleg ők voltak az első számú Magyarországról legalábbis példaképeik, míg aztán persze Tolcsvai Lászlónak Paul McCartney, és nyilvánvalóan a testvérnek is Paul McCartney, és az egész Beatles volt a nagy példakép. De játszottak ők egyébként korábban, mármint mondjuk Tolcsvai László másik zenekarban, Shadows-t, és egyébként még sok minden mást. És aztán is 1970-ben lett az a nevük, amit az előbb említettem, hogy Tolcsvaiék és a trió, mert ugye ott akkor már 3+2 felállásban összesen 5-en voltak. És egészen 1973-ig játszottak ebben a felállásban, majd aztán szépen lassan átváltott az egész, az Illés és a tulajdonképpen a Tolcsvai fúziójából, nyilvánvalóan az adott embereket kiszemezgetve mindkét zenekarból Fonográf együttes, és ők 1974. január 1-től 84-ig, tehát durván 10 évig működtek. Megpróbáltak egy kicsit a countryt is, meg a népzenei motívumokat is bele illeszteni a zenéjükbe, de ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy még az osztrák-magyar monarchia hagyományaira kicsit felülve, nem azt mondom, hogy operettesítették, de mégiscsak olyan érzése volt, ugye lásd az Edison nagylemezüket, vagy a Fonográf maga az elnevezés is
erre utal, ugye 1911 óta létezik fonográf, tehát hogy erre a millióre, erre az image-re hajazva nagyon igényes zenét játszottak, és egyébként hozzá kell tenni, hogy ezt a stílust, amit ugye bluegrassnak neveztek el, ők azért egy angol nyelvű lemezen is meg tudták jelentetni. A zenemű kiadó egyik munkatársak Miskábornak a jelentős menedzseri munkájának köszönhetően, és utána pedig még arra is tettek kísérletet, hogy a Wembley stadionban, Wembley arénában játszanak, de oda helyettük aztán később a Bojtorjánt hívták meg. Ettől eltekintve a fonográf zenekar befutotta azt a sikert, ami egész zenei előéletükből eredően kiárt nekik. Tolcsvai László pedig a zenekar oszlopos tagja és zeneszerzője is volt, mindahogy ő az, aki zenét írt Kovács Katinak, Zalatnai Sarotának és természetesen Kon Zsuzsának is. A fonográf sikere a zenei összhangban volt, mondja. Az egy nagyon jó képességű, mindenki multifunkcionális zenész volt a zenekarban, tehát mindenki énekelt és játszott valamilyen hangszeren. Zeneszerzők voltunk, és amikor zenét írtunk, azt átfogalmazódott egy-egy zenekari próba közben is, tehát áthatottuk egymás zenéjét, és nagyon tudtunk együtt muzsikálni, és örömet okozott az együtt muzsikálás, ez is egy nagyon fontos dolog. Én azt állapítottam meg épp tavaly előtt, mikor volt az utolsó buli? Tavaly volt, hogy a fonográf 6 embere összehoz valami olyan közös lelkületet, ami mint egy 7. tagként képviseli azt, amire te most rákérdezel. Nem tudom megfogalmazni, hogy az micsoda. Az a végtelen öröm, összecsengés és a korai időszakban nagyon, nagyon szoros barátság is jellemezte a zenekar tagjait. És hát a közös élmények nyilván inspiráltuk egymást, én úgy érzem. Mindenképpen 6 olyan erős egyéniség volt, akik külön-külön is önmagában is megállták a helyüket a pódiumokon, mindenféle könnyűzené pódiumon, és valahogy ezeknek az erőknek egy olyan szinergiája volt megtapasztalható, ez egy divatos kifejezés, de fonográfra azért lehet alkalmazni, összeadódtak ezek az energiák, és nagyon szépen, stílusosan tudtak változatos zenét játszani. Tehát ebben ez az érdekes, hogy játszottak ők még kemény rock számokat is, hát a Benghazi című számuk az egy kifejezetten hard rock nóta. Mint ahogy van, ahogy az előbb említettem, egy kicsit operettes beütésű, de van jazz rockos beütésű, és ugye country számokat is játszottak. Nem kell nekem, hogy válaszolj! Én azt gondolom, hogy minden zenekarnak, minden ilyen emberi társulásnak, főleg ha ilyen művészi társulás, akkor van egy felfutása, egy lefutása, egy stagnálása, nem tudom én. Magyarázom ezt így utólag, de azt hiszem, hogy a fonográf betöltötte azt a 10 év alatt, letöltötte azt, amit neki meg kellett tennie, és hát boldogan emlékszem rá vissza. Nem volt egyszerű az életük. Sokszor a magyar kultúrpolitika üldözöttjei közé tartoztak, voltak letartóztatva, elhallgattatva, és a Magyar Rádió nem játszotta a dalaikat. Ennek ellenére vagytán éppen ezért óriási rajongótáborral bírtak, és bírnak még ma is. Ha néha napján még színpadra állnak, úgy, mint régen. A Magyar Tudomány ünnepén a Szekszárdi Jovosinszky Mor megyei múzeum munkatársai tartottak előadásokat.
A szakmai nap keretében elhangzott 11 referendum nagy részben Szekszárd és közvetlen környezetében végzett munkák eredményeiről szóltak. A tudományos nap anyaga képezi majd az intézmény éves szakmai kiadványának alapját. 2003 óta rendezik meg Magyarországon a tudomány ünnepét, emlékezve ezzel Széchenyi Istvánra, aki jeles cselekedetével, birtokai egyéves jövedelmével járult hozzá egy tudós társaság létrehozásához. Ebből lett később a Magyar Tudományos Akadémia. A Magyar Tudomány ünnepén több hetes rendezvénysorozatot szerveznek szerte az országban, így Szekszárdon is, ahol a Vosinszky-Mól megyeli múzeum munkatársai számoltak be az elmúlt év jelentős kutatásairól, ásatásairól. A Vosinszky-Mór megyei múzeum besorolása szerint megyei hatókörű városi múzeum, alapvetően Tolna megye területén végzünk kutatásokat közgyűjteményként, de természetesen a múzeológusaink segítségével, múzeológusaink munkájával tudományos tevékenységet is folytatunk, és ez az a fórum, az egyik olyan fórum, amelyen meg tudjuk mutatni az adott évi szakmai tudományos munkánkat. Nyilván az is egy fontos szakmai belső párbeszédnek egy része, hogy azért mégis mindenki képbe kerül a másiknak a kutatási, aktuális kutatási témájáról, de nyitott a rendezvény, és nagy örömmel láttam, hogy sokan jöttek kívülről is, külsősök is. Igaz, hogy csak ilyen rövid 20 perces előadásokba, de mégis ezeken keresztül is talán érzékeltetni lehet azokat a rendkívül gazdag folyamatokat, amelyek itt a történelemből kimeríthetőek és kiszedhetőek, ehhez hosszú és elkötelezett kutató munka szükséges. Olyan előadásokat hallgathatott meg a közönség idén, melyek jelentős számban Szekszárdhoz kötődtek, illetőleg annak közvetlen környezetéhez. Mácsainé Iván Éva például a Levente mozgalom megyei történetét villantotta föl. 1924-től alakultak meg a Levente egyesületek Tolna vármegyében, és a 1936-ra a számunk elérte a 114-et. A Levente mozgalmat elsősorban abból a célból hozták létre, hogy a fiatalságnak fizikai nevelést biztosítsanak, és ezzel támogassák a meggyengült hadsereget. Kezdetben kifejezetten testnevelési és sportfoglalkozások keretében képzelték ezt el, mellette persze szellemi foglalkozásokat is tartottak, ahol nemzeti és vallásos szellemiséget próbáltak a fiatalságba táplálni. Ez egy felülről létrehozott intézmény volt, tehát nem voltak jellegzetességek a megyékben. Országszerte kötelező szabályok voltak, amit mindenhol be kellett tartani. A vízválasztó az mindenképpen az 1938. év volt, mert ezután nyíltan is bevonták a Levente intézményt a hadügynek a köreibe. Innentől kezdve egy katonai kiképzés volt nyíltan a Levente kiképzés, és a II. Világháború alatt megindult a lejtőn ez a mozgalom, tehát a vége az volt, hogy a Levente köteles fiúkat frontszolgálatra sorozták be, és nyugatra kényszerítették őket. Törvényszerűen a háború utáni időszakban pedig negatívvá vált a megítélésük. Kátor Gábor ugyancsak szekszárdi témát, egy a város határában lévő Árpád-kori falu ásatásainak eredményeit tárta a közönség elé. Azt mondja, fontos eseménye a tanácskozás a múzeumnak. A kollégák ezen a napon tudnak egymással ugye információt cserélni, tehát az előadások kapcsán ugye mindenki a saját kutatását tárja a többi kutató, régész, történész elé, tehát az osztályok között is ilyenkor megtörténik ugye az interakció, és másrészt pedig, hogy a közönség, tehát a múzeumba látogatók, vagy a régészet történelem iránt érdeklődő embereknek is ilyenkor tudunk beszámolni arról, hogy az adott évben milyen kutatásokat végeztünk. Ugye a régészetben milyen ásatás vagy terepbejárás történt, és tehát ezen a napon, a tudomány napján tudjuk közvetíteni azt, amit az adott évben kutattunk. Az elhangzott előadások képezik majd annak a kiadványnak az anyagát, mely minden évben megjelenik, és ami összefoglalja a Vosinszky-Mór Megyei Múzeum tudományos munkásságát.
Pakson tartott a Sárközi Népviseletből bemutatott Minorics Jánosné népi iparművész. Juliska néni gyűjti a Sárközi Népviselet ismeretanyagát, őrzi eredetiségét, készíti egyes elemeit. Tudását igyekszik átadni a fiataloknak. Emlékszem, Özse néni azt mondta, hogy kérdeztem egyszer tőle, hogy Hios nénye, hát mindig fölvették a sejem, nagy sejemkendőt, meg a kis sejemkendőt a templomba. Télen majd még fagytunk benne, nyáron meg majd meg sütünk benne. Minorics Jánosné, öcsényi népi iparművész, sárközi szőtteseket készített 20 éven keresztül, hagyományos technikával, sárközi minta és színvilággal. Juliska néni a Sárpilisi Népi Együttes tagjaként megtanulta a néphagyomány, azaz a népdal, néptánc, népviselet tiszteletét, szeretetét. 1960-ban Öcsénybe költözött, és a Sárközi Házi Ipari Szövetkezet tagjaként, szövőként dolgozott. Mindent tud, amit a sárközi népviseletről tudni lehet, gyűjti ismeretanyagát, őrzi eredetiségét, készíti egyes elemeit. Tudását pedig igyekszik átadni a fiataloknak. Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban egy igen érdekes előadással egybekötött ruhabemutatót tartott. Elhoztam ide a fejdíszeket, a lányok, nagybársonyát, a menyasszony fejdíszt, a vőlegény bokrétát, a tekerődző bíboros konypántlikás főkötőt, amit sárközben a gyermektelen fiatalasszony viselt. Aztán van itt egy tülkös párta, hét tülkű, és egy keresztelői fékötő, amit egy kislánynak készítettem. Aztán vannak hímzések, a fekete anyagra a fehér hímzés, ez a főkötő hímzés, amit a nők viseltek, a paritja főkötőt és a szabott főkötőt, ez mindig fekete anyagra és fehér hímzéssel készült, de van egy-két darab, ami színes hímzéssel is készült, ez már a későbbi időkben. A Pilisi Elemér féle hímző tanfolyam, amikor volt, ott nagyon sok hímzést megtanultak az asszonyok. Ez a főkötő hímzés egy nagyon munkás, aprólékos, nagyon sok öltés technikával készülő hímzés, de gyönyörűek. Ebből készítettek a férfiaknak nyakkendőt. Aztán van a színes hímzés, a jegykendő, amit ugye a lány hímzett jegyváltáskor a vőlegényének, tehát az eljegyzéskor, valamint a bíborvéghímzés, ami ugye a főkötőhöz, konypántlikás főkötőhöz és a tekerődző bíbor végül is, ami egy fehér anyag, tehát ez ahhoz tartozik. Aztán van az ingújhímzés, abból is hoztam egy darabot, amit itt megmutattam, hát ezek ugye nagyon szép színbe készültek. Ezeket a fonalakat természetes anyagokból, tehát növényekből vonták ki, és így festették a fonalat. Ezek az ingúj hímzés is olyan, de viszont ott fekete fonállal is hímeztek, és gyapjú fonállal. Aztán hoztam egy pár gyöngyöt, amit megmutattam itt, meg hát az öltöztetés maga, ugye egy tekerődző bíboros újmenyecske viseletet öltöztettem itt föl. Sejemkendőkkel, ugye a csafringgal, a hátpántlikával, a bíbortűkkel, ami hát egy nagyon szép viselet. A ruha az 1880-as évekből való, két sor piros pántlika, ami díszíti, és az alján 4-5 soron ilyen kék, zöld, piros ilyen islang, amit ma flitternek neveznek, és aranycsipke. A köténye körűrostos, piros szíves körűrost van rajta, és hát nagyon szép a röpije is, az más anyagból készült, mert az öcsények szerették, ha vagy a kötény, vagy a röpi nem abból az anyagból készült, amiből a szoknya. Hát ezek a kis különbségek, amiket úgy elmondtam és bemutattam itt a kedves hallgatóságnak. Hát én nagyon szeretem a viseletet, amellett a szövést, a szőttest, a rostkötést, a fejdíszek, ezek mind az én munkáim. Az öt sárközi falura gondolok, akkor nagyon kis eltérés van. Mondjuk a ruha formája az megegyező mindegyik faluba, de viszont vannak kis különbségek, kis másságok, ahogy öregjeink mondták. Például olyan, hogy az öcsények a bőinget, azt kívülre teszik a szoknya fölé, tehát, és a kötényel elő lefogják. Decsen viszont beletűrik a szoknyába. Aztán alsonyéken pruszlikot viselnek. Tehát nagyon kis különbségek ezek, de úgy is mondták másságok.
az, amit maguk a nők, hogyha mondjuk egy olyan helyen összejöttek egy lakodalomba, ahol ugye azért 3-4 faluból jöttek össze, meg tudták mondani, ez Bátai, ez Alsonyéki, vagy éppen Sárpilisi. De a kendő kötés sem mindegyiknél, például a bátélyek egy kicsit másképp kötötték a kendőjüket, az asszonyok, ugye? És ezek a másságok, amik szépek, és ezt meg kell tartani. A Sárközben a nők családi állapotát mindig a fejdísz határozta meg. Tehát a lány hajfonása, csipkés haj, azt egy szappanos vízzel készítik. Például a decsiek nem csipkés hajat készítettek, hanem budjantott hajat. Na, ez is egy különbség. Na viszont, ha a férhez ment, akkor már nem fonhatta lányosan a haját, nem csináltathatott csipkés hajat, mert az ő fejdísze a főkötő volt, vagy kendővel kötötte be a fejét. Na most akkor, amikor még a tekerődző bíbort használták, ugye az új menyecske fejdísze volt, a gyermektelen asszonyé az első gyerek születésig viselhette a tekerődző bíbort. Mikor megszületett a gyermeke, akkor le kellett, hogy vegye a bíbort, a bíbortűt, a hátpántlikát, a csafringot, ami hozzá tartozott. Ő már konypántlikás főkötőbe mehetett templomban, mert ezek a színes, drága sejmek, ezek templomi viseletek voltak. Na most itt is az asszonyok hajfonása olyan volt, hogy két oldalt a fül mögött befonták a hajat, és koszorúba föltűzték, és ugye kendővel kötötték le a fejüket. A lány kendőkötésénél hátul kint a kendősarka, míg az asszonyi le van kötve hátul. Én úgy érzem, hogy ha az öregek, azok az idős asszonyok nekem átadták a tudásukat, miért ne adjam én is át? Hiszen így megy tovább. Varázsolja élményé az év utolsó estéjét a Babits Mihály Kulturális Központban. Szilveszteri rendezvényünkön exkluzív svédasztalos vacsorával, korlátlan étel- és italfogyasztással, valamint éjféli pezsgővel várjuk a vendégeket az Amarilis jó voltából. A hangulatról a Perfekt Slágerzenekar és DJ Táborfi gondoskodik. Helyszín a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényterme. Kezdés 19 óra. Jegyek korlátozott számban, elővételben a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában kaphatók. További információ a www.szexárdagóra.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!